Rendszeresek a terrorkísérletek ma Európában, ezeknek egy részét azonban a különböző elhárító szervezetek leleplezik, és nem kerülnek nyilvánosságra, mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő egy új fehértói fórumon. A szakértő szerint a következő időszakban még inkább felértékelődik a biztonság kérdése, a rendőrség és a titkosszolgálatok folyamatosan ezen dolgoznak. Az elmúlt héten a londoni merénylet rázta meg Európát, Nógrádi György előadásában arról beszélt, az elkövetők többsége nem tud integrálódni és nem is akar. Ez volt a helyzet a magányos londoni támadóval is, aki az európai nagyváros központjában emberek közé hajtott. Nagy-Britániában rengeteg ember bejött a volt gyarmatokról, azért Nagy-Britániának egy világbirodalma volt. Ez az illető Nagy-Britániában született, és úgy néz ki, hogy nem tudott integrálódni a brit társadalomba, és sok ezer, tízezer emberrel együtt úgy érezte, hogy a terror a megoldás. Ez szörnyű, de a jövőben ugyanerre kell fölkészülni. Nagy európai városok már C-ponttá váltak mégis, mivel kisebbekkel, mert ugye van egy folyamat is ennek a végén, talán mi is ott vagyunk. Hogy mi ott vagyunk, ez egy más kérdés. A kisebb városokra sor került például Németországba, és annyit látni kell, hogy az iszlám állam szétverése után egyre több volt terrorista át fog jönni Európába, és merényletkísérleteket fog végrehajtani. Sokszor elmondtuk, mégis hogyan kell védekezni, hogyan lehet védekezni ezzel. Ha egyéni merénylőről van szó, akkor szinte lehetetlen. Egyébként telefonlehallgatás, internetfigyelés, minden más módszerrel, amivel a titkosszolgálat rendelkezik, csökkenteni lehet a valószínűséget egy terrortámadásnak. Elvileg az angolok tudtak erről az emberről, hogy ilyeneket elkövethet, miért nem szerelték le egyből? Azért, mert több tízezer ilyen ember van, erről tudnak, de ennyi embert lehetetlen követni. Ugyanez a helyzet Németországból, 10 000 szélsőséges iszlamista van, és 1000 nyilvántartott terrorista. Változott-e valamit esetleg az európai biztonságpolitika helyzete ezzel a londoni merénylettel? Nem, ez egy folyamat része. Ez a folyamatban beleilleszkedik, Európának váltania kellene, schengeni külső határok kőkemény védelme és a gazdasági migránsok visszatoloncolása. Most jelzem, hogy Európa erre nem lesz képes. Rendkívül egyszerű, mert a Európai Unió 28-27 államának Nagy-Britannia nélkül mások a nemzeti céljai, mások a céljai a migráns kérdéssel, és mások a céljai határvédelemmel. Teljesen mások a portugál és olasz célok, teljesen mások a német és görög célok, így egy közös európai politikának a valószínűsége minimális. Másik téma, ami nagyon fontos, EU és a Törökország viszonya. Rengeteget hallottunk erről Erdoğan részéről is, és az európai vezetők részéről is. Most hogy állunk jelenleg? Választásokig hátralő idő mi lesz, és mi lesz utána, hiszen nagyon fontos a migráns kérdés is ebben az ügyben. Egy egyszemélyi vezetés van, a kérdés az, hogy április 16-án Erdoğan többséget kap-e, és teljhatalmat kap-e, felszámolja az atatürki rendszer, felszámolja a kormányfői rendszert, ha igen, akkor azt csinál, amit akar, fenyegetheti Európát, ettől kezdve úgy érzi, hogy kevésbé van ráutalva Európára. Ugyanakkor a török gazdaság hétről hétre lejjebb megy, nem jön külföldi beruházás, nő az infláció, csökken a gazdaság teljesítménye és csökken a turisták száma. Máshogy fogalmazva, vannak objektív adottságok, április 16-ig ez a török vezetés nem érdekli. Hónapokkal ezelőtt még a vízumkérdés volt a témában, meg az EU csatlakozás Törökország szempontjából, most viszont radikálisan megváltozott a retorika. Ez saját személykultusz kiépítését is jelentheti? Részint igen, de annyit látni kell, hogy a törököknek az Európai Unió ígért évi 3 milliárd eurót, ezt nem küldtük el. A vízumkérdésben nincs megállapodás, mert Európai Unió véleménye szerint nem hajtották végre azokat a feladatokat, amiket vállaltak. A török EU belépést pedig 2022-23-ra teszik, ennek jelenleg semmiféle realitása nincs. A görög országból visszatoloncolt migránsok visszanemfogadásával fenyeget. Ez Európára nézve milyen következményekkel járhat? Semmilyen, ugyanis a görögök szintén nem hajtanak semmit végre. A görögök közlik, hogy a hadsereget nem vetik be, a görögök közlik, hogy ők voltak a világ legrégebbi demokráciája, és közlik, hogy akkor hajlandók csinálni valamit, ha Európa elengedi a tartozásait. Ezt Európa nem vállalhatja föl, annál kevésbé, mert a tartozás 40%-a Németországé. És a magyar szempontból például a kerítés felépítése mit jelentett? Meg leszünk védve egyáltalán, vagy számítottunk arra, hogy minket is megpróbálnak elostromolni? Hát nyilvánvalóan embertömegek indulhatnak meg, a kerítés ezt védi, itt a kérdés már nem ez, hanem az, hogy bejönnek-e terroristák Közép- és Kelet-Európába, a schengeni határokon belül nyugatról. Ez a fő kérdés, ezzel jelenleg védekezni rendkívül nehéz. A jogi határozás segíthet ebben esetleg? Persze, hát ez azt jelenti, hogy idézőjelbe élő ember nem tud átjönni, mi védjük a magyar szerb határt, ezt várjuk el a szövetségeseinktől is, meglátjuk, hogy mi fog történni.
Európa jövőjét ön személy szerint hogy látja most nem csak a migráns kérdés szempontjából, hanem a biztonságpolitika szempontjából és a közös gazdaság szempontjából a Brexit után például? Európa rendkívüli mértékben meggyengült. A brit kilépés azt jelenti, hogy sokkal kevesebb hírszerzési adathoz jutunk. A brit atomerőmű kikerült az Európai Unióból, a London helyre belépett Róma. Róma nem tudja helyettesíteni őket. Az Európai Unió maradék 27 államának annyifajta koncepciója van a jövőről, hogy jelenleg közös európai jövőkép a valóságban nem létezik. Idén lesz választás Franciaországban és Németországban, utána leszünk valamivel okosabbak.